estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Érdemes lesz ma este is velünk tartani, ugyanis érdekes és izgalmas témákkal készültem. A múlt héten már bemutattunk két sikertörténetet, két férfi mesélt arról, hogy miként küzdött meg az alkohollal. A következő percekben ennek a beszélgetésnek a második felét mutatjuk be. Azt azért számolja az ember, hogy mondjuk mióta tiszta vagy józan? Sokat számít, mert a saját tapasztalataim, meg a társaim tapasztalatai, azok olyan hátteret nyújtanak nekem, ami engem állandó tanulásra, vagy bizonyos dolgok elsajátítására inspirálnak. Na most a mi programunkban, az annak a 12 lépéséből csak egyetlen egy lépés, az első lépés be van megemlítve, az alkohol. A fölépülési program az én elrontott életem helyrehozásának a segítsége. Mert azok a jellemhibák, amiket az alkoholizmusom fölerősített, vagy generált, azok tették lehetetlenné az előző életembe a normális, úgymond életvitelt. Na most ez a fölépülési program az én jellemhibáimnak a kiküszöbölésére és javítására szolgál. És ez nem csak alkoholistákra jellemző jellemhibákról van itt szó, hanem mondjon valaki olyan embert, aki valamilyen jellemhibával nem rendelkezik. Mindenki rendelkezik valamilyen jellemhibával. Na most az a programnak a 11 lépése az ezekkel a jellemhibákkal foglalkozik, amelyik előfordulhat, illetve erősebb mértékben alkoholistáknál, de alkoholmentes emberekre is tud jellemző lenni. Annyiszor említettük már ezt a 12 lépést, meg ugye van 12 hagyománypontjuk, meg van az annak különböző ajánlása is. Mi ez a 12 lépés, hogy épül föl, hogyha ezt így tömören összefoglalná? Hát a 12 lépést ezt az A-nak a alapítói hosszú-hosszú évek tapasztalatából leszűrve gondolták végig, hogy mi az, ami az ő józanságukat napról napra megerősítette, hogy józanul tudtak maradni. És amikor már elég nagy számba voltak, elég nagy tapasztalatát rendelkezésre, ilyen 15 év után, hisz 1935-ben indult Akron városában, Bob és Bill két alapítója az A-nak, és az ő üzenetük átadása, ami a 12. lépés, hogy ezt a józanság üzenetét átadni más alkoholistáknak, egyre többen lettek, és a végén arra jöttek rá, hogy ezt valahogy le kéne írni, meg kéne fogalmazni, hogy mik azok a fontos számukra meghatározó, amitől ők egy napig józanul tudnak maradni. Ez a 24 órás program, mint már említettem, és leültek és összeírták, hogy hány pontba lehet ezt összefoglalni, ami úgymond talán markánsan meghatározta az egyik napot a másik után, milyen tapasztalatuk van, és ebből szűrődött le ez a 12 lépés, ami egy lelki program saját magunknak az úgymond vizsgálata, és ami a legfontosabb, hogy arra jöttek rá, hogy valamilyen hit kell abban, hogy van nálunk erősebb. Én ugye, mint alkoholista, egy nagyon én központú vagyok, az a jó, amit én mondok, amit én csinálok, nincsen rajtam kívül jobb dolog a világon, és ez a program ez helyére teszi azt, hogy én csak egy vagyok, és hogy amikor az alázat és a hit egyszerre
megjelenik, akkor ez két számomra két olyan dolog, ami a poharat nem engedi a számhoz emelni. És ez a 12 lépés, ez nem szabály, ez nem törvény, ez nem követendő. De azt mondták nekem az ába az idős józanok, hogyha ezt követed, akkor nagy esélyed van arra, hogy józanodni fogsz. És én akkor elfogadtam azt, hogy ez nekem fog segíteni, hisz nekik már segített. És az előbbi kérdésén, hogy a napok számítanak-e, azt gondolom, egy nap számít. A legfontosabb, hogy egy napig ne legyen bennem alkohol, mert ha holnap józanul ébredek, mert ha nem ittam, akkor nem leszek másnapos, és már van választ, akkor már én választok. Ha másnaposan ébredek, akkor az alkohol fog választani, ő követeli, hogy magamba vegyem, hogy feloldjam a fizikai tüneteimet, a lelki problémáimat, a lelkiismeret furdalásomat, az eszméletvesztésből adódó, nem tudom, mit csináltam az elmúlt napokban, órákban, hetekben. Ezért a 24 óra fontos, ez csak egy nap, és természetesen nagyon fontos az anonim alkoholistáknál a napoknak a száma, és nem az, hogy kinek mennyi van, mert ugyanannyira van tőlünk az alkohol, 80 centire, ha kinyújtom a karomat, és a számhoz eszem az italt, akkor teljesen mindegy, hány napom van. De vannak jeles napok, egy éves valaki, de az egy napos, az egy hónapos, és minden egyes nap, és ezt mindenki maga számolja, hogy neki hány napja van, ez ad egy segítséget abban, hogy én, aki nem tudtam alkohol nélkül élni nap, mint nap ittam, ma el tudom mondani, hogy mennyi a józan napjaim száma, ez számomra egy érték, egy csodálatos érték, de csak a 24 óra az, ami motivál engem. Van azért kihívás, hogy olvashatjuk, hogy legyen szponzor a csapattagoknak. Ez gondolom azért mutatja, hogy szükség van egy segítőkészre, akihez fordulhatunk, hogyha mondjuk gond adódik. Hát kinek nem adódna gondja, és hogyha a csoportban van egy idősebb, tapasztaltabb józan, az nyilván tud nekem olyanba segíteni, amire én nem tudok rájönni, vagy nehézségbe ütközik ennek a véghezvitele. Úgyhogy a szponzor tulajdonképpen egy támogató, egy segítő sorstárs, aki hát lehetőleg egynemű legyen az érintettel, és tapasztaltabb. Tehát ez a két kritériuma van a szponzorságnak. Miért legyen egynemű? Az a tapasztalat, mint minden tapasztalat, itt ezt nem tudományos, itt senki, én sem tudom, hogy működik az alkoholizmus, és igazából nem is nagyon érdekel, de az a tapasztalat megvan az A-nak a 35-től a napjainkig, hogy amikor különböző neműek válnak szponzorává a másiknak, az adott esetben egy idő után már nem csak arról szól, hat, ami nagyon fontos, hogy elviszi a józan gondolkodásról, a programnak a működéséről, az érzelmek kinyilvánításáról. Tehát egy férfi, én magam nehezen beszélek az én problémáimról egy nőnek is, és azt gondolom a hölgyeiknek, elég nagy számban vannak az ába, hál' Istennek, hogy ők egy nővel tudják megosztani, amit anyaként, feleségként átéltek az alkoholizmus aktív időszakában. Én nem tudok női aggyal gondolkodni, és egy nőnek is véletlenül nehéz egy férfi aggyal gondolkodni, de ez a különbségekből adódik ettől, a józanság működik, de az a tapasztalat, hogyha józan után akarunk maradni, vagy szeretnénk maradni, akkor sokkal nagyobb segítséget ad
egy férfinek egy férfi szponzor, és egy nőnek egy női szponzor. Mekkora szerepe van mondjuk a családnak, a háttérnek egyáltalában ahhoz, hogy az ember józan tudjon maradni? A családnak nagyon nagy szerepe van benne, már akinek van családja, mert vannak olyan sorstársaink, akik család nélküliek, illetve hát a családdal nagyon rossz viszonyba kerültek, pontosan a betegsége okán, és aztán nagyon sok alvastag házassága, vagy a családi élete, pontosan a józanságá, józan napok növekedésével vissza tudott találni a családhoz. És van úgy, hogy férj és feleség nem egy csoportba jár, mert a hozzátartozóknak van egy külön csoportjuk, amit úgy nevezünk, hogy Al-Anon. És az a hozzátartozók családtagoknak szól, illetve van a gyerekeknek is egy külön ACA csoportjuk, alkoholisták, és rendellenesen működő családok gyerekei számára az ACA csoport. Ezek mind önsegítő csoportok, és csak érintettek vesznek részt mindegyik csoporton. Tehát ugyanúgy, ahogy az anonim alkoholistákhoz csak alkoholisták járnak, az Al-Anonba csak hozzátartozók járnak, az ACA-ba pedig alkoholisták és más rendellenesen működő családok gyermekei vesznek részt. Család az... Én azt gondolom, hogy azon társaim, akik visszatalálnak józanul a családjukhoz, az egy nagy kincs, egy nagy érték. Az én alkoholizmusom az tönkretette a családi kapcsolatomat, én elváltam a feleségemtől, bár a mai napig a gyermekeink, közös gyermekeink miatt megvan a kapcsolat. Nem egyszerű, amikor az alkohol, mint kémiai szer kikerül egy családból. Az a feleség, aki idáig engem megmentett, vagy vádolt, vagy elviselte az én alkoholizmusomat, és ráadásul helyettem kellett egy rakás családi dolgot megoldani, a villanyszereléstől a vízszerelésig, a gyermekeknek a napi logisztikáján keresztül, én meg csak ittam, abba a családban nekem visszakerülni, hogy én már nem iszom alkoholt, az nehéz helyzetek állított minket, és az alkohol ki tudta gyomlálni mindazt a szerelem vagy szeretetnek nevezett értéket, amiben mi már nem találtunk vissza egymáshoz, de a gyermekeink miatt mai napig is nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és a legfőbb cél, hogy a közös gyermekeink azok józanul éljék meg az életüket, de a család az ilyen értelemben, én azt gondolom, hogy nagyon fontos, és ahol megmarad, akkor azt gondolom, az egy olyan józan értéke az alkoholistának, a józan alkoholistának, vagy a hozzátartozójának, ami nagyon ritka, vagy nagyon kevesen élik meg ezt a boldogságos pillanatot. Emlékdiplomát adó ünnepséget tartottak nyugdíjas pedagógusok számára a Városháza dísztermében. Arany, gyémánt, vas és rubin diplomát kaphattak azok a szépkorúak, akiket több évtizedes munkájuk Székesfehérvárhoz kötött. A Tóvárosi Általános Iskola furulya játékával kezdődött a szépkorúak köszöntése. Ezután a nyugdíjas pedagógusokat Jámbor Ferencné, a pedagógus szakszervezet Fejér megyei szervezetének elnöke köszöntötte. Embert nevelni szép és nehéz hivatás.
Önök nemzedékről nemzedékre tanítottak meg bennünket írni, olvasni, számolni, gondolkodni. Hozzásegítettek minket az emberi eszmélés első pillanataitól kezdve ahhoz, hogy képesek legyünk az életet értelemmel megtölteni, hogy a dolgokat ne csak szemléljük, hanem alkotó, közműködő részesé is lehessünk. Több évtizedes szakmájuk iránti elhivatottságokért vehettek át elismeréseket azok a nyugdíjas pedagógusok, óvónők, tanítók és tanárok, akik 50, 60, 65 és 70 éve diplomáztak, és a város valamelyik oktatási intézményében oktatták a jövő nemzedékét. Müller Istvánné a Németh László általános iskolában tanított, 60 évvel ezelőtt vette át diplomáját, így a város gyémántok levéllel jutalmazta. Nagyon jól éreztem magam, és úgy kezdtem, hogy csupa elsős kisgyerek. És reggel első osztály, délután első osztály, mert akkor elég sok gyerek volt még, meg fiatal voltam, és hát tudtam csinálni azt, hogy délelőtt és délután is sikerült. Nagyon kedves, aranyosak, még mindig van kapcsolatom. Sőt, a legelső tanítványomnak a kisfia most itt Székesfehérváron került hozzám. Magdréni 1952-ben Nagylókon kezdte pályafutását, később érkezett Fehérvárra. Nyugdíjazásáig az ezredéves általános iskolában tanított, vasoklevélben részesült. Azt mondja, imádott tanítani, főleg első osztályosokat. Hozzátette, sok minden kell ahhoz, hogy egy pedagógus jó tanító legyen. Az a fontos, hogy először is hivatástudata legyen, nagyon szeresse és tisztelje a gyereket, sokat képezze magát, mindig tanuljon, mert egy pedagógusnak mindig tanulni kell. Azon kívül ne csak tanítson, hanem megtanítson gyerekeket. Cserpakovics András a város polgármestere szerint az emlékdiploma átadó az év egyik legszebb ünnepsége, amikor köszönetet mondhatunk azoknak az egyéneknek, akik oktattak, tanítottak. A tiszteletet érdemes kifejeznünk azon volt pedagógusok, óvónők, tanárnők, tanítónők, tanárok, tanító urak részére, akik hosszú-hosszú évtizedeken keresztül elkötelezetten szolgálták ezt a várost azzal, hogy a fiataljainkat, sőt mondhatjuk, hogy fiatalok egész nemzedékeit, generációit nevelték föl, és akiknek azt gondolom, hogy rengeteget köszönhetünk. Az egyének is, akik tanítványok voltak, sokat köszönhetnek, és a városra megye egésze is. A polgármester hozzátette, ezeknek a pedagógusoknak sokat köszönhet a város, hiszen rengeteg generáció nevelkedett a kezük alatt. Az ünnepségen 53 kitüntetést adtak át. Egy új, speciális inkubátorra csatlakoztatható berendezést vásárolt a kórház. Az eszköz többek között megkönnyíti és egyszerűbbé teszi a koraszülöttek szállítását. Ez maga a zsiráf inkubátor. Október közepén állt munkába ez a szerkezet, ami a koraszülött, császárral született gyermekek lakhelye addig, amíg a kisbabák meg nem erősödnek. Korszerű inkubátorról beszélünk, ahol oxigént tudunk adni, ahol ami szükség esetén akár kis túlzásra egy műtőasztallá is átalakítható. Minden van rajta, ami kell. Az, hogy pedig ezt az inkubátort mozgatni tudjuk, ezzel a shuttle nevű eszköz segítségével, azt teszi igazán különlegessé. Tehát a shuttle-re csatlakoztatott inkubátorban látjuk a babát, elviszük az ő helyére, és ő ott marad ideális esetben 2-3 hétig abban az inkubátorban, és nem kell áttenni őt sehova, nem kell mozgatni fölöslegesen. A shuttle-t lecsatlakoztatjuk, és a következő inkubátort fölhozzuk ide, és akkor készen állunk egy új kis koraszülött ellátására. A Szent György Kórház újszülött, csecsemő és gyermekosztálya az ötödik az országban, aki ezzel a különleges eszközzel büszkélkedhet. Az eszköz nagymértékben megkönnyíti és biztonságosabbá teszi a koraszülöttek szállítását a szülőszobáról a koraszülött részlegre. Sokkal jobb, sokkal korszerűbb. Régen is elláttuk, meg ellátták a koraszülötteket, de minden technikai újítás könnyebbé teszi a mi munkánkat, és minden technikai újítás jobbá teszi az ő életüket, akár rövid,
meg aztán hosszú távon is. Ugye azt szoktuk mondani, hogy mindig szoktunk beszélni az első aranyóráról. Na most, ha az első óra arany, akkor az első 10 perc platina. Ezt sem én találtam fel, ezt szoktuk mondani. Nagyon-nagyon fontos, ez a lényeg, hogy mi történik az első másodpercekben, mi történik az első 10 percben, hogy tudjuk őket segíteni, hozzászokni ehhez a világhoz, és akármilyen kicsik, azért spontán tudjanak lélegezni, hogy tudjuk őket segíteni légzésükben, hőmérséklettartásukban. Erre mind-mind-mind jó ez a komplex eszköz. Október 10-én, miután összeszereltük az eszközt, egy kis 26 hetes baba 20 perc elteltével jelezte, hogy igényelni ezt, és szüksége lenne rá, és köszönjük szépen, ő azóta is nagyon jól van. Lehet tudni esetleg, hogy kapnak-e még ilyen eszközöket, amik jobbá tehetik a picik életét? Hát nézze, én azt gondolom, hogy nagyon, tehát én csak nagyon-nagyon hálás tudok lenni a kórház vezetőségének, aki napok alatt értette, hogy miről van szó, és jóvá hagyta ennek megfelelőnek az eszköznek a megvásárlását, és ez júliustól októberig olyan hosszú idő nem telt el, meg is érkezett, itt van és dolgozik. Tehát én azt érzem, hogy segítséget kapok a kórház vezetősétől maximálisan, de ha igényeljük, biztosan fognak továbbra is segíteni minket. A berendezés 6 millió forintba került, és 3 arra érdemes inkubátorra szerelhető fel. Ráadásul a babákat nem kell feleslegesen mozgatni, emelgetni, hiszen a berendezés beépített mérleggel, lélegeztetővel, oxigénpalackkal rendelkezik. Ezúttal a Vörösmarty Általános Iskolába látogattunk el, hogy bemutassuk az ott folyó munkát és a gyerekek hétköznapjait. Évről évre egyre többen kíváncsiak a Vörösmarty iskolában zajló tanításra. Nem csak a leendő elsősök szüleit vertek nyílt tanítási órákkal, a már idejáró gyerekek szülei is bepillantást nyerhettek az intézmény életébe. Folyamatosan megmutatjuk, hogy mit jelent az, hogy a Vörösmarty egy különleges hely. Különleges hely, mert a Vörösmarty kívül-belül ideális hely pedagógusnak is. Ezekkel a szavakkal köszöntötte Szili Csaba iskolaigazgató az érdeklődő szülőket. Több mint 400 gyermek jár a Vörösmartiba, ebből 70-en a Farkasvermi úti tagiskolába járnak. Nagyon sok foglalkozásban, az alsó tagozaton, minden egyes csoportban, osztályban vannak nyílt órák, és akkor innentől kezdve minden egyes erősségünket megmutatjuk, az egész palettát lefedjük, az olvasás és az írás matematika órától kezdve egészen a néptáncig és a testnevelésig tart a paletta. Mi egy iskola vagyunk, csak egy kicsit másképp, nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a tanórán kívüli foglalkozásokra, az élménypedagógiára, azokra a helyzetekre, amikor a gyermekek nem hagyományos módon tanulnak, hanem eljutnak különböző helyekre kirándulni. Folyamatosan olyan programokban veszünk részt, amik pluszat adnak a gyerekek számára, úgyhogy itt a Vörösmartiban reggeltől egészen 5 óráig folyamatosan pezseg az élet, és nagyon nagy élmény ide járni a Vörösmartisoknak. Nagyon nagy erősségünk évek óta országos címeink vannak a floorballban, talán a legkiemelkedőbb címeink ebben vannak. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a legnépszerűbb és ezáltal a legnehezebben járható úton a labdarúgás sportágban is már 2 országos címünk van. Ezen kívül atlétikát választhatnak a gyermekek, és mondjuk egy csomó labdajáték közül ugyanúgy választhatnak. Nagyon nagy szerencsénk van, mert az elhelyezkedésünk az tökéletes, úgyhogy itt a Bregyó Sportcentrumot használhatjuk, és
és gyakorlatilag minden vörösmarti sportol valamit. Az iskola pedagógiai programja 5 pillérre épül fel. Mint az intézmény igazgatója mondja, nagyon jó alapozó iskola az övék. A Vörösmarty hagyományosan sportiskola, nagyon jó környezetben található, ezért elnyerték az Örökös Ökoiskola címet is. De nemrégiben Örökös Boldog Iskola címet is kaptak, mert fontosnak tartják, hogy a gyerekek jó légkörben nevelkedjenek és boldog felnőttekké váljanak. Zorka kitűnő tanuló, azt mondja, csak egy négyese volt az előző tanévben. Sok kedves tanár van, jó sokat sportolunk, és kedvesek a gyerekek is. Sok barátnőm van, és ezért. Te mit sportolsz? Én falat mászok. Hannának a matek a kedvenc órája. Mint mondja, jól tanítják, azért kedveli ezt a tantárgyat, de a barátok és a tanítás utáni lehetőségek miatt is szeret a Vörösmartiba járni. Nagyon szeretem itt a sportot, mert ez egy nagyon jó sportiskola, de a tanárok is nagyon kedvesek meg. Hát Maci én szerintem nagyon aranyos osztályfőnök, úgyhogy ezt nagyon szeretem abban az iskolában. Anna atletizál, ezért is a kedvence a testnevelés, de rajzórákra is szívesen megy. Lehet barátokat szerezni, kedvesek a tanárok, és nagyon könnyű tanulni. Szigorúak azért a tanárok? Néha, de nem mindig. Az ajtó felőli oszlopban ül, és a vezeték neve ellipszilonos J-re végződik. Írd le az egész nevét. Kameránkkal először egy negyedikes osztály tanórájába lestünk be. Itt kiderült, hogyan lehet érdekessé tenni egy nyelvtanórát. A gyerekek a tolbamondást gyakorolták, és a leírandó nevet találós kérdésben kellett megfejteni. Az alma finom. Az alma finom, így van. Ez pedig már egy elsős osztály. Itt a gyerekek éppen az A betűt tanulják és mondatokat alkotnak. A diákokat interaktív módon motiválja a tanítónéni. Szinte mindenki kiesik a padból, mert sorra szeretne kerülni. A Vörösmartiban arra is lehetőség van, hogy a gyerekek néptáncórákon is részt vegyenek, ezt pedig itt tanóra keretében is megtehetik. Fülöpné Molnár Eszter az egyik vörösmartis testvérpár édesanyja örül annak, hogy a tanórák után sincs vége az életnek, számos szakkör és sportolási lehetőség is adódik a gyerekeknek. Én úgy érzem, hogy nagyon szerencsések vagyunk, hogy ide járhatnak a gyerekeink, hiszen nagyon fiatalos az iskola vezetése, és nagyon jó az együttműködés a szülők és a vezetés, illetve a pedagógusok között. Két gyermekem jár már ide, 6. és 4. osztályosok, támogatják a sportolókat, mind a kettő sportornálunk, egyéb szakkörök vannak, szeretnek is ide járni, úgyhogy csak pozitív tapasztalataink vannak, és mindenkinek javaslom, hogy ide hozza a gyerekét. Milyen tanulmányi eredményeik vannak egyébként? Mind a kettő kitűnő tanuló nálunk, két fiúról van szó, ami szerintem abban is segíti a gyerekeket, hogy külön egyéniségként kezelik a tanárok a gyerekeket, a diákokat. Mindenkiről tudnak mindent, nem csak a magánéleti háttérként, hanem őket ismerik a pedagógusok, és szerintem ez nagyon sokat segít a munkába, a közös munkába. Azt is megtudtuk, hogy a sport mellett elsőtől kezdve nagy hangsúlyt kap a nyelvoktatás, és az is nagyon fontos, hogy a jövő generációját a digitális világba bevezessék, így az iskola informatikai szempontból is nagyon jól felszerelt. A következő tanévben a Liget soron található anyaiskolában 2, a Farkasvermi úti tagiskolában 1 osztályba várják a leendő elsősöket. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, jövő héten a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!